Ezelőtt 8 évvel, 2010. december 8-án nyitottuk a Szegedi Halászcsárdát Fönnpesten a Belgrád rakparton, és úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen jó sikerünk van itt Pesten, akkor lehet, hogy talán Bécsbe is kellene egy kicsit az osztrák vendégeknek megmutatni a magyar konyhát. Elég magas áron lehetett volna üzletet bérelni, és ezért hanyagoltuk egy ideig, és egyszer csak váratlanul jött egy győri lehetőség, amit kihasználtunk. 2017. december 8-án megnyitottuk a győri halászcsárdánkat, ami természetesen szegedi névre hallgat. Még ezért hozzátartozik, hogy Szegeden van két halászcsárdánk, és mint egy franchise rendszerbe szeretnénk a tiszai halászlevet, a tiszai halat és a szegedi halat, a szegedi halászlevet népszerűsíteni. Itt is ugyanazt tettük, amit a többi üzletnél, hasonló árkategóriába, hasonló összetételbe, kivéve az adottságokat, illetve az ottani szokásokat, vagy kedvenc ételeket, azokat természetesen fölvittük az étlapra, és én azt gondolom, hogy ha jön a nyár, ha meg tudjuk nyitni a teraszt, akkor ott még komoly vendégmennyiséget, legalább 100 főve többet fogunk tudni leültetni. Azon kívül, amiről még szeretnék szót ejteni, hogy a cukrász műhelyünk is beindult. Nyáron természetesen a sok finom főzött fagylaltal szeretnénk egy kicsit elkápráztatni győri vendégeinket. Most pedig a téli időszakban finom süteményekkel várjuk a vendégeinket. Az üzletünk Győrbe, a Baross Gábor utcában nyílt, ez a sétáló utca, a főutca, én azt gondolom, hogy ettől szebb hely, egy gyönyörű épületbe, tágas, kényelmes, jó helyen helyezkedő üzlet. Miután csak egy hónapja nyitottunk, azért már is látszik, hogy a szlovák vendégek, az osztrák vendégek, de természetesen a győri magyar vendégek is szívesen látogatnak minket. Szegedi halászlevet azért mi egyszer már itt leteszteltük, egy jó pár évvel egy gasztrócsata alkalmával főztünk itt halászlevet, hosszú sorok kígyóztak, és már ott is elhangzott, hogy miért nem jönnek el Győrbe, és itt csinálnak egy jó kis halászcsárdát. Hát ez akkor még nem vettük mi se komolyan, és lám milyen csoda történt, összejött ez a dolog, és tényleg a szegedi halászlé, a haltepertő és egy-két népszerű étel, akár a borjúbécsi, vagy akár a sajta sonkával töltött jércemmel a kedvenc ételei közé tartozik a győri vendégeinknek. Itt a győrieknek van egy kedvenc ételük, ez pedig a hagymás hal. Ez egy sima rántott hal, akár szálkás, akár filézet, és mennyiségű hagymával, egy kis ecetes dressinggel. 24 órát tartjuk a hűtőbe, és utána lehet is tálalni. Hosszú távú elképzelésünk pedig a lakásétterem, ami azt jelenti, hogy a lakásba kialakított konyhába fogunk elkészíteni olyan ételeket, amit a bejövő vendégek megkóstolhatnak. Én azt gondolom, hogy ha ezt megnyitjuk, ott egy bővíteni tudunk legalább 100-150 fővel létszámot, illetve ülőhelyet, ami azt jelenti, hogy egybe akár esküvőket, lakodalmakat, családi rendezvényeket, vállalati bulikat meg tudunk csinálni.
minden haláscsárdákban, Szegeden és Budapesten és Győrbe is cigányzene, élő cigányzene szól. Én azt hiszem, hogy ez egy közkedvelt műfaj, és hozzátartozik egy igazi haláscsárdához.